Két világbajnoki selejtező, két győzelem. Röviden így lehet összefoglalni a magyar labdarúgó válogatott elmúlt néhány napban mutatott teljesítményét. A török válogatott tegnap este 22 éves veretlenségének mondhatott búcsút a Puskás stadionban. A 3-1-es magyar győzelemről dr. Fenyvesi Mátéval, az FTC örökös bajnokával beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Ja, hát mennyivel jobb dolog, nem, egy ilyen napra ébredni és ilyen témáról beszélgetni, egy... Nem is mondanám konkrétan, hogy váratlan, mert lehet, hogy ő meg fog ebben erősíteni, váratlan győzelem után? Hát, ahogy vesszük, mert mondjuk esélyesebbnek nézett ki a török csapat, de érezte az ember, hogy most ezekben a gyerekekben több van, mint a török csapatban. A labda kezeléstől kezdve, a labda továbbításokban mindenütt kitűnt az, hogy a magyar csapat ma este erősebb. Mi lehet az oka annak, hogy amíg esetleg egy más mérkőzésen egy nyitó, bekapott gól viszonylag hamar mondjuk demoralizálhatja a társaságot, és akár szét is eshet egy csapat ezáltal, most épp az ellenkező hatást váltotta ki ez a bekapott gól gyakorlatilag, lehetett érezni, hogy igazából felszívja magát a csapat, és csak azért is meg akarja mutatni, hogy ennek nem lesz így vége. Igen, hát a jó fölkészültség teszi azt, hogy helyén van a gárda, és nem ijedt meg egy ilyen bekapott góltól, amelyik hát mondjuk hárítható lett volna, de nem ették egymást tulajdonképpen a játékosok, lehetett látni, hogy inkább biztatták egymást is, és ezáltal ugye önbizalom a felszínre jött, és a labda megjátszásokba mindenütt meg tudtuk verni a törököket. Igen, az egészen nem azt mondom, hogy furcsa volt, de valóban szokatlan pozitív élmény volt, hogy ahogy keresték a játékosok egymást a pályán, amennyire kigondoltak voltak ezek az akciók, látszott rajtuk, hogy nagyon sok ebből valóban eltervezett. Hát ugye más nem mondjuk, azt gondolom, hogy az egyik legszebb gól valóban ugye a Kádár gólpasszával adott Szalai Ádám találat volt, amit egyébként állítólag nagyon sok szakember megjósolt, hogy Szalai Ádámnak ezen a mérkőzésen sikerülni fog. Ön melyik táborba tartozott, aki várta tőle gólt, vagy éppen nem? Hát én nem csak ezen a meccsen, már előtte is vártam tőle gólt, mert ő benne mindig benne van a gól lehetősége, mert oda mer menni, bedobja magát, nagy darab gyerek, fejjel, lábbal veszélyes tud lenni a kapu előterébe, és oda megy. Megpróbálja megelőzni az ellenfelet, és a másik, hogy a szélről beadott labdák, nem azért mondom, mert én is szélső voltam, de ott tudtunk eredményesek lenni, hogy mögé tudtunk kerülni a védelemnek, a Vladimir Kóman is ugye többször megjátszotta a baloldalt. Hát a jobb oldalon pedig hát ugye hátulról följövő játékosok adták be, és ragyogóan adták be a labdákat, vették észre, hogy a széleken ott van a lehetőség, és megjátszották, és ezáltal tudtunk eredményesek lenni, ugye, mert bent meg van egy gólt gyártó emberünk, van, ugye, akinek be kell játszani a labdát. Igen, ugye ehhez is persze nagyon-nagyon kellett az azért, hogy nagyon egységes volt, különösen a belső védők munkája egyébként, ugye erre Egervári Sándor maga is utalt, hogy a védekezés az egy nagyon masszív eleme volt a csapat mostani teljesítményének, ugye ezekből el lehetett indulni, és lehetett látni, ugye, hogy bizonyos helyzetekre tényleg lecsap a válogatott. Ha most ennyire aktívan észrevehető volt, hogy a szélén zajló játék ilyen eredményes, akkor ez beépülhet-e a válogatottnak mondjuk ugye a taktikai repertoáriába, vagy ez most csak kifejezetten ezzel a török csapat ellen működött, mint megoldás? Hát reméljük, hogy ezt fogják játszani a továbbiakban is, és még finomítják majd, mert ugye... Az a helyzet a szélső játéknak, hogy a védelem mögé kapja az ember a labdát, akkor
csak a védőt kell lefutnom. Uh-huh. Ugye azt a szélsők általában úgy csinálták, hogy labda nélkül már megverte az ellenfelet, visszavitte, megcsinálta a helyet, hova játsszák be a labdát, és akkor labda nélkül kellett lefutni. Az embert nem kellett a labdával bíbelődni, meg közel vinni a játékoshoz, kicselezni. Igen. Manapság már, ha az ember közel kerül labdával együtt a védőnek, akkor vagy derékba rúgják, vagy hasba rúgják. Igen, igen, ez a két variáció van, hogy előről vagy hátulról kapja igen, úgyhogy, a megfelelő. Hogy jobb az, ha előtte kijátszom a védőmet, és akkor oda üresbe kapom a labdát. Igen, ugye érdekes dolgot mondott, ugye, hogy már labda nélkül gyorsaságban megverték igen. az ellenfelet, és azt hiszem, hogy ez egyértelműen látszott a mérkőzés képéből, hogy ez a magyar válogatott ezzel a mostani játékkal egy sokkal intenzívebb, gyorsabb tempót mutatott, mint amit általában az elmúlt mérkőzéseken láthattunk. Ami nagyon pozitív jel, állítólag egyébként ezt maga Egervári Sándor is kérte a csapattól, és ez azért jó dolog, mert ha jól értem ebből, akkor ezek szerint a válogatottnak megvan az a képessége, hogy egy általuk megszokott ritmusú mérkőzéshez képest egy jóval gyorsabbat játszon, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos a nemzetközi porondon szerintem, mert ma már mindenki gyorsan és rendkívül erőszakosan és rendkívül hatékonyan játszik. Érzi akkor ebben a csapatban ezt a fajta nem csak fizikai erőt, de azt, hogy ez 90 percen keresztül tartható? Hát igen, én megmondom őszintén, nagyon meglepődtem a Kómannak a játékán. Uh-huh. Eddig ő mindig belül totojázott, belül játszadozott, ott is jól csinálta uh-huh. a dolgát, de hogy szélen most, hogy bemutatkozott, hogy le tudja futni az ellenfelet. Uh-huh. Ez már új dolog tőle, és azáltal a védelem mögé kerül, tehát a közönség is annak a csapatnak tud drukkolni, meg az rázza föl a közönséget, amelyik előre játszik, amelyik lendületet visz a játékba. Uh-huh. És ugye ezt kik tudják legjobban, a szélen van legjobban lehetőség rá, igen. és ezt megcsinálták, mind a jobb, mind a bal szélen. Igen, én is azt hiszem, hogy ugye ez a fajta előrejáték, ez a fajta tényleg mindenképpen menni akarás, ez végiglátszott a társaságon. Talán egy picit a második félidőnek volt egy bizonyos 10-15 perces szakasza, amikor azért egy kicsit a törökök legalábbis tartottak egyfajta nyomást a magyar csapaton, de ebből sikerült kikerülni, és tulajdonképpen sikerült a mérkőzés végéig igazi támadó szellemű labdarúgást bemutatni, ami tényleg csemege számba megy, nyugodtan mondhatjuk. Igen, még másik dolog is új volt, amit fel lehetett most fedezni, hogy például a csatárok nem elől kullogtak uh-huh. vissza, hanem visszafutottak, és a védelembe pihenték ki magukat, uh-huh. és oda várták. Ugye hagyták, hogy a török csapat adogasson hátul, és lezárták, visszafutottak, és ott fújták ki magukat, nem pedig séták adtak volna visszafelé. Így van. Mindenképpen összegezhetjük úgy, hogy a magyar válogatott most egy új arcát mutatta, és ugye azt azért ne felejtsük el, hogy ugye korábbi sárgalapok miatt Juhász Roland, illetve Zsuzsák Balázs nem játszhatott, tehát ha esetleg ők beépülnek ebbe a válogatottba, az lehet-e még plusz, vagy most ez a csapat ezzel az összeállítással ebben a képben egy nagyon nagy egységet mutatott? Hát ez biztos, hogy nekik helyük van a csapatban, ugye mind a persze. két játékosnak, mert az ő játékukat még eredményesebbé tudja tenni, ha a társak ilyen produkcióra képesek. Na most akkor induljunk ki abból, ugye nagyon, nagyon jó látni most a csoportunk tabelláját, hogy Magyarország ugye Romániával 9 ponttal együtt a második helyen áll. Ez akad némi bizalomra, vagy ad némi bizakodásra okot. Románia lesz ugye a következő ellenfelünk, majd most már márciusban tavasszal, és hát természetesen vannak azért még hangsúlyos tennivalók, ugye megyünk Hollandiába, Törökországba, elsőként persze Romániába, ahogy említettem. Hogy érzi a most látottak alapján, hogy ez a fajta
talán új szellemnek, új sebességnek, új taktikai repertoárnak nevezhető teljesítmény. Átmenthető-e a tavaszra? Van-e a válogatottban még lehetőség, hogy még egy lépcsőfokkal följebb lépjen? És látva, vagy tudva például a tegnapi nagyon súlyos vereséget a románoknak odahaza ugye a holland válogatottól, adhat-e nekünk bizakodásra okot az, hogy az a román válogatott akár odahaza megfogható? Hát biztos vagyok, hogy majd rákészül a magyar csapat, és olyan képességű játékosokat tesz be majd a szövetségi kapitány, amelyek ki tudják használni a látottak alapján, majd kielemzik a holland játékot, hogy azok hogy érték el, mi melyik garnitúrával tudjuk ezt produkálni majd, és ugye biztos, hogy ki fogja adni a szövetségi kapitány, hogy na, te ebbe kell fejlődnöd, ezt gyakorold, és ebbe legyél ott majd akkorra készen, ugye, és ugye ezt a feladatot hát mindig is a szövetségi kapitányok megadták, hogy ezt várom majd el, mert ilyen típusú játékos, meg is nézik, meg kiellemzik a játékot, úgyhogy én bizakodó vagyok ebből a szempontból. Per pillanat akkor azért az a hőn áhított csoport második hely. Úgy látja, hogy ez lehet valóság, még persze még nem jelent világbajnoki továbbjutást, de mondjuk legalább az esély megvan onnantól kezdve. Szóval mennyire reális most már ez a csoport második hely? Hát nagyon közel kerültünk a eredményhez, és a látottak alapján, és majd a elkövetkezendő felkészülés folyamán biztos vagyok benne, hogy ott leszünk majd. Na hát akkor most jön egy hosszabb szünet, és akkor tavasszal ezek szerint a román válogatott ellen kell hasonlóan jó formát mutatnia majd a magyar válogatottnak. Nagyszerű, remélem akkor is hasonló hírekről tudunk esetleg együtt beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm én is.